A programok a szokásokhoz híven a Fejtó mezején főztán címet viselő főzőversennyel vették kezdetüket. Idén bakonyi ételeket kellett főzniük a csapatoknak. A lelkes főzősereg rendkívül ízletes és különleges ételeket vitt a zsűri asztalához, akik gondosan minden apró ízesítési mozzanatra odafigyelve kóstolták végig a több mint 30 féle ételt. A mezőny nagyon összetett volt. A fogások között volt pisztráng, marha, sertés, őz és vaddisznó is. A tálalásról és a díszítésről sem feledkeztek meg a főzési tudományukat összemérni kívánó szakácsok, így az ételek nem csak az ízlelő bimbókra tettek nagy hatást, hanem a szemet is gyönyörködtették. Az eredményhirdetésen először minden csapat emléklapot vehetett át. A zsűri elnöke, Opocki István, mesterszakács volt, akit Klöcül Géza, szintén mesterszakács segített a legjobb ételek kiválasztásában és értékelésében. A zsűri nehéz dolgát bizonyítja, hogy a nyertes csapatok kihirdetése előtt több külön díjat is bezsebelhettek a résztvevők. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nem is ezt mondom, inkább azt mondom, hogy kollégáim, jó? A kolléginál kollégák is süttök, főztök, ti is úgy, mint én, csak lehet, hogy jobban, mint én. Mindegy, ez már más téma. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon-nagyon kemény csapatok voltak. Olyan elegánsan tálalt, jó ízű ételek jöttek, hogy én szívem szerint mindenkinek első helyet adnék, de az sajnos nem fér bele a repikeretbe. Úgyhogy el kell döntenem, hogy ki mit kap, az el kell döntenünk, és nagyon-nagyon nehéz volt. Úgyhogy szeretnénk előre elnézést kérni azoktól, akik esetleg nem érnek el helyezést, de ők legalább úgy megmérettettek, és nagyon-nagyon jónak találtattak, csak minimális dolgot döntöttek. 2-3 pont differenciával döntöttek a csapatok az első, a második, harmadik helyről. Mi így is összejött az, hogy 2-3 helyet adtunk ki, mert egyszerűen nem tudtuk eldönteni, hogy melyik legyen a jobbik. Az egyik a Kakasok csapata volt, akik a legfiatalabb szakácsok voltak az indulók között. Ők bakonyi pandúrlevest készítettek. Szintén különlegesnek számított a tűzoltóság csapata, akik 40 kg vaddisznóhúsból főztek pörköltet. A zöld sasok csapata paprikás csirkés túrógombóccal érdemelték ki ezt a megtisztelő kitüntetést. Csaba gyöngyei a nagyon ízletesen elkészített betyár gombócokkal, melyhez bakonyi tócsnit sütöttek köretnek, egy diszoklevélben részesültek. A leghagyományosabban elkészített betyár tányérért a Pejtújjász hagyományőrzők csapata kitüntetést és meghívást kapott az Eszterházi Főzőfesztiválra. Rajtuk kívül a legkülönlegesebb ételért, mely egy kapros csirketokány volt, az alkotók csapata kapott meghívást erre a rendezvényre. Az ajándékok átadása után a tényleges dobogós helyek kihirdetése következett. 2/3 helyezettet állapított meg a zsűri, egyik a Tóth Ágas csapat lett, akik saját füstölésű pisztrángot készítettek. Szintén 3. helyen a Sördögök csapata végzett bakonyi tarjával és kapuvári böllérmájjal. A 2. helyet áfonyás szarvas sőttel a Nimród Lovas Baráti Társaság nyerte el. 1. helyen a bakonyi rőzse csapata végzett, a lányok szarvas gerincet készítettek almaszószal és gombás krokettel. Gratulálunk a nyerteseknek! De szeretnék az erdőben fa lenni, ha engemet meggyújtana valaki. Elégetném saját haja ezt a tudat világot, ne szeresse senki az én babámat. Elégetném saját haja ezt a tudat világot, ne szeresse senki az én babámat. Főzőversennyel párhuzamosan még rengeteg más szórakozási lehetőség vette kezdetét a réten, és idén először a közösségi házban is. A honvédelmi tematikának elegettéve idén vitézi próbát tehetett felnőtt és gyerek egyaránt. A feladat az volt, hogy a réten majd minden játékot és foglalkozást ki kellett próbálni.
A gyerekek lovagolhattak, pónizhattak, különböző ügyességi játékokat lehetett kipróbálni a népi játszótéren. A mászófalon kicsik és nagyok is próbára tehették erejüket, bátorságukat. A közösségi házban totót tölthettek ki a megpihenni és hűsölni vágyók. De a kalandorok is találhattak itt elfoglaltságot, mivel az alaksorban Airsoft pálya várt minden érdeklődőt. Az emeleten katonai sajtófotó és katonai egyenruha kiállítás nyílt. Itt a vitézi próbatétel utolsó állomásaként a Gábor Áron nyugállományúak klubjának tagjai kérdéseket tettek fel a lelkes próbázóknak. A közösségi ház mozia is megnyitotta kapuit erre a napra. A hűvös színházteremben régi háborús dokumentumfilmeket és játékfilmeket vetítettek egész nap. A réten a hagyományokhoz híven idén is volt kézműves falucska, ahol mindenki kedvére próbálhatta ki magát sokféle mesterségben, mint például a szövés, kosárfonás, mézes kalács díszítés, papírmerítés, bronzművesség, fazekasság, bőrművesség, kötélverés, nemezelés, mackókészítés. A gyerkőcök mesterleveleket kaptak, melyel a különböző kézműves szakmákban való jártasságot igazolták aláírásukkal a mesterek. A sok program mellett az Ízek utcájában az innyencek különböző édességeket, lekvárokat, borokat és egészséges gyümölcskészítményeket kóstolhattak. Mint mindig, most is rengeteg érdekes program várta az ide látogató vendégeket, unatkozásra nem adtak okot a szervezők.